Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok, és azért jöttem ide, Beregszász mellé, Végardóba, a Petőfi utcába, mert itt lakik Klobnok Ildikó, aki kertészmérnök. Nem elég, hogy kertészmérnök, van neki kertje is ebbe a kertben, gyógynövények, fűszernövények és sok-sok-sok-sok ritkaság, érdekesség. Én voltam már ebben a kertben, és úgy gondolom, hogy ezt a kertet Önöknek is látni kell, hiszen tudják, én azért jöttem ide. Be is csengetünk. Sem volt először mondjuk kiskapa a kezedbe? Hát azt, hogy hány éves voltam, nem emlékszem, még egész gyerekkoromban, a nagymamánál ide, hogyha eljöttem, akkor itt mindig kiköveteltem egy kis kertrészt. Ez egy 2x2-es maximum, de azt végül nagymama gondozta, mert mindig nekem csak addig kellett, míg megkaptam, bevetettem, aztán még esetleg még kikelt. De aztán fokozatosan így mindig, először a dísznövények tetszettek meg, aztán később már annyira egybeolvadt minden, hogy minden, ami a kertészkedéssel kapcsolatos, és amikor már ennyire elkezdett érdekelni, akkor még tulajdonképpen nem is tudtam, hogy Beregszászban itt van olyan a Kárpátai Magyar Főiskola, hogy oda idősebb korban is lehet jelentkezni, hanem akkor még én fodrászkodtam, tehát ilyen fiatal koromban fodrászkodtam, és az egyik vendégem, egy tanárnő jött haza, és akkor mondta, hogy hát te szakmát tévesztettél, mert hogy ilyen szép a kerted, mindig valami újítás, valami új részleg, és mondom, hát hogyha mondom, újból kezdhetném, mondom, akkor biztos, hogy ilyen irányú szakmát választanák, hogy nem biztos, hogy a fodrászkodás. Hát ez miért nem ment el, még most se késő tanulni. És akkor ő mondta, hogy oda még később is lehet jelentkezni, tehát nincs korhatár. És mondjuk akkor a onnantól kezdve, hogy a pici gyerek Ildikónak volt egy 2x2-es parcellája, amit nagy lelkesen elkezdett művelni, de a nagymama fejezetbe, meg az, hogy közben ugye mégiscsak fodrász lettél, más pályát választottál, de gondolom a kert az művelődött, az akkor is már ilyen dús volt, mielőtt jött ez a kertészmérnöki tanulás. Abba az időben honnan szedted a tudást, vagy hogy alakult ki a kert? Folyóiratokból, magazinokból, mai napig nézek ilyen külföldi tévéadásokat, ahol kertészműsorok mennek, kimondottan. És az, hogy sok mindenre, majd mikor a kertészmérnöki főiskolát végeztem, akkor jöttem rá, hogy hát én ezt így csinálom. Hogy én ezt eddig is így csináltam, teszem fel. Jó, sok szakszerűtlenséget lehet felfedezni a kertbe, de nekem ez nem is arról szól soha, hogy mit tudom én, egy dokumentumom van, és akkor most csak úgy lehet csinálni, ahogy ott tanították, vagy ahogy a szakkönyv leírja, hanem ez mindig úgy valahogy zsigerből jött, ösztönszerűen. Hogyha már ezt említetted, hogy van a leírt szakmai része, meg a gyakorlat, nagy a különbség egyébként a kettő dolog között? Vagy pedig azért az nagyjából fedi egymást? Nagyjából fedi egymást, csak az, hogy teszem fel itthon, nekem a málna ültetvényem már megvolt addig is, de ott a sort távolság biztos, hogy nem ugyanaz, tehát azért mondom, hogy szakszerűtlenségek vannak a kertben, de így kordába tudom azért tartani, fent tudom tartani, tehát a betegségek, kórokozók, kártevők terén is odafigyelek. És egyébként az tényleg számít mondjuk egy málna esetében, hogy mondjuk a tőtávolság. Tehát tényleg, hogyha mondjuk 5-10 centivel sűrűbb vagy távolabb, akkor máshogy nő. Sőt, mi több van olyan része a málna ültetvénynek, amit még annó nagymama ültetett, és én azt szaporítottam tovább, és neki valóban nem is soronként volt ültetve, hanem csak egy tábla. Azt már kérdeztem, hogy mikor volt, hogy egészen kis lány voltál, amikor először ezek a 2x2-es parcák
Fel tud idézni nekem azt esetleg, hogy amikor már mondjuk fiatal lány voltál, vagy mondjuk már fiatal asszony, hogy mi volt az első olyan, milyen növények voltak az elsők, amikkel úgy elkezdtél foglalkozni, amit már úgy felnőtt fejjel, nem csak a kezdeti lendület miatt, hanem azért, mert mondjuk ezt tudtam, hogy ezt felnevelem, ha beledöglik is. Vagy... Hát úgy igazából nem, mert ide mondjuk nagymamánál csak úgy hébe-hóba jöttem, hogy nem itt éltünk még akkor. Tehát én nem itt nevelkedtem, ott, ahol éltünk, ott a apukámnak egy szőlőskertje van. Tehát ott igazából sok minden más nem volt, hanem ott a kedvenceim elsőben a rózsák lettek. Ezek a sövények, amit ilyen hullámosra van nyírva, meg többfelé, hogy felelhető, azt már akkor rám bízta, hogy nyírhatom. Tehát mondom is, hogy a fodrászkodás azért a formára nyírásba itt is visszacsap. De úgy kimondottan nem volt, és mai napig is így vagyok vele, hogy engem maga a kertészkedés érdekelt. Hiába a disznövénytermesztés a szakirányom, tehát azt választottam. Azért nekem pont ugyanolyan szépnek tűnik egy almafa, amikor virágzik, vagy akármilyen szép bokor, cserje, fa, mint egy virágzó disznövény, vagy pedig egy zöldség. És azt sajnálom, hogy nem a tavaly jöttetek, vagy ezelőtt éveken, mert amikor még nem volt munkahelyem, több időm jutott a kertre, akkor nekem úgy nem lehetett észrevenni az átmenetet mondjuk a diszkertből, a zöldbe, volt teszem egy szép karalábé, vagy egy szép kelvinba, vagy mit tudom én, a virágok közt, és az úgy jutott beleillett. Ugyanúgy vagyok a fűszernövénye, hogy én azt teljes mértékben el tudom képzelni disznövénynek is. Tehát itt nekem bokrossában ültek, ugye egy piros, egy zöld, vagy tehát díszítő értéke van annak is, sőt, mi több után ad egy jó, kellemes illatot a kertnek. Na, azt mondja, hogy fűszernövények. Az honnan jött, hogy egyszer csak már nem csak dísznövények, rózsabokrok, hanem egyszer csak fűszernövények is? A fűszernövény is ugyanúgy benne van az én életemben, tehát ehhez nem kell külön iskolai végzettség, vagy valami. Én ezt nagymamától láttam, mert ő ezt használta, ő ezt ugyanígy ültette. Nem mindet, amit én most, meg ennyi fajtája se volt, teszem fel a bazsalikomoknak, de a bazsalikomot, hogy savanyúságba rakja, vagy főzéshez használja, és a kertjében van, az ugyanúgy, és az az illata a kertjének, az mai napig itt van bennem valahogy, és ez talán ez fogott meg. Na most akkor kérdezek, én a bazsalikomot úgy ismertem meg, hogy mondjuk az az itáliai konyha része. Tehát itt Kárpátalján használtak mondjuk 50-80-100 évvel ezelőtt bazsalikomot? Sőt, maguk termesztették az emberek? Hát szerintem igen, ha nem is minden háztartásban, de én mondom, én gyerekkoromtól emlékszem, hogy nagymamának volt. Ugyanúgy a majoránna, hát azt itt egy néni árult, a nagymama barátnője, a mama is onnan kapott sok palántot, emlékszek, mert ő foglalkozott vele, hogy ő aztán megszedte, mindig kiszárította, és akkor a téli időszakban, amikor a disznóvágásnak mentek, és a májas kurkának az egy fő... Fűszernövénye, igen, akkor hozzájártak, és ő így gramra kimérte, és lehetett nála vásárolni. Tehát termesztették ugyanúgy, csak nem volt így. Most inkább divat. A tévés fűzőműsorok hatására a háziasszonyok igénye újra megnőtt a cserepes fűszernövények iránt. Sokan választják a szárított fűszerek helyett a friss, illatos, mutatós növényeket, akár csak a konyha díszéül is. Csak magáról a kertről annyit, hogy ennek hány lakója van, hány különböző lakója van, ezt összeszámoltad már? Mármint hányféle növény? Nem, megbosatszolni sem merem. Nem tudom. Mert olyan sok? Igen, nagyon sok, és... 50-100? Hát biztos, annyi biztos. Aha. Van kedvenc? Nincs. Mondjuk annak ellenére sem, hogy mondjuk mondtad, hogy rózsával kezdtél? És most folytatom is, majd esetleg lent egy pillantást vethetünk rá. De nincs. Nincs. Mondjuk ez a kis barackfa, nem tudom miért, nagyon a szívemhez nőtt. Ez a főiskolás koromból, ahova jártunk Benébe gyakorlatra, nyugodjon békébe, Barászka Gyuri bácsi. Önállal láttam a feljáratnál, hogy mentünk fel a szőlőskertbe, és hát szemtelenségnek tartottam, de kértem tőle egy szemzőhajtást. És akkor valahogy úgy adta ide, hogy na, ezt, hogyha be tudod szemezni, akkor
akkor tiéd. Akkor jó. Aha. Tehát adott róla egy szemzőhajtást. Azért gondolta én szerintem, hogy ha be tudom szemezni, mert annyira sűrűk voltak az eszközök, amit ide adott az a kis hajtás, mert ez egy balkonbarack, tehát ez nagyobbra nem tehát nem. Ez ilyen törpe. Igen, tehát ez egy cserébe is, vagy egy dézsába, egy balkonon nyugodtan el volna, hogyha beültetném. Értem. És megfogant is azóta ez nekem olyan becses. Trágya vagy műtrágya? Trágya. Komposzt. Komposzt? Igen, rengeteget komposztálok. Rengeteget. Tehát minden, annyi nyersedék van, annyi nyersedék van egész év, tehát ősztől, tavasztól őszig, hogy egyszerűen kár volna csak úgy a szemétbe elvitetni, és aztán jó hasznát veszem. Jövünk, és ebben a pillanatban ide megérkeztünk a... Komposztálóhoz. Komposztálóhoz. Igen. Tehát, de nem csak annyi a komposztálás, hogy összeszedem a növényi nyersedéket és hagyom megrohadni? Nem, nem. Eleve is nem rohadásról beszélünk. Miről beszélünk? Hát hasonló dolog, de nem, ebben nem menjünk bele. Tehát már hogyha rossz a szaga egy komposztnak, olyan rothadt szaga van, akkor már nem jó. Akkor már levegőztetni kell, tehát át kell forgatni. Azért ez a részlege, pedig azért van itt üresen, mert innen volt most kitermelve tavasszal. Már az életkomposzt. Egy pillanat segítségét. Igen. Tehát ide egyik helyre összegyűjtöm a nyersedéket, a növényi hulladékot. Lehetőleg úgy, hogy legyen benne megfelelő arányban zöld és száraz dolgok, és tehát kartonpapír is belemehet, tojáshéj, a konyháról, csak főtt kaja, ilyen húsféle, tej, ilyesmi, nem. Értem. Ez amikor már azt gondolnám, hogy már kezd trágyává válni, meg szaga lesz, akkor gyorsan... Nem muszáj megvárni, tehát minél többször van forgatva, annál jobb. De tulajdonképpen minden nap átjöhet? Hát nem minden nap, meg arra nem is lenne energiája az embernek. Igen? Mondjuk ez még tavasztul, nekem sincs átforgatva, majd most össze, hogyha még több már körülbelül mennyi idő akkor, na mondjuk egy ekkora halom? Még megérik? Igen, tehát az átforgatásig mennyi idő? Az átforgatásig? Hát olyan négy hónap biztos. Négy hónap? Négy-öt. De hát mondom, lehetne közben is, akinek kevesebb mennyiség van, meg több ideje van, vagy a családban még valaki szeret kondizni. Aha. Tehát akkor ez, egy pillanat, akkor ez nagy mennyiségnek számít, ugye? Hát, még itt se elég, mert többet is ki tud. Igen. Kert, ez pont ideális. Igen. Hát mondjuk ez teljesen teli lesz szinte, azt mondom őszre, mert ugye nagyon sok növényt vissza kell lesz vágni. Tehát innen átforgatom ide. Igen. Igen, esetleg megint hagyom, mondjuk én többször nem nagyon szoktam átforgatni, az igazság, és igyekszek úgy hordani, hogy mondjuk a gyomokot, amit ide hordok, ha bár meg kellene válogatni, hogy tehát olyan gyom se kerüljön bele, ami magvas, már fél van magzva, akkor azt utána széllyel hintem megint. Mint például a parlagfű? Ha fel van már magzva, tehát amíg magró kelő, ilyen paréfélék, ilyesmi, és olyan se, mint mondjuk a csorbóka vagy a csúszófullánk, amelyik a gyökeréről. Leesett egy körte? Igen. Dolgozik a természet. Igen, terjed tovább, mert akkor azt megint ugyanúgy kihordom. Hát nálam ez is a probléma, mert arra nincs időm, hogy én még motoros kapálás közben, amikor szedem fel a gyomokat, amit kivágtam, hogy még válogassam, hogy minden egybe, aztán majd jövőre újra kapálom. Tehát itt hagyom, hogy érlelődjön, utána megforgatom. Átforgatom, igen, hogy oxigén kerüljön bele. Mi egyéb, ahol esetleg nagyon száraz rész van, mert túl sok benne a vastagabb ilyen ágdarabkák, jobban ki tud száradni, akkor ott azt esetleg belocsolom, ahol pedig nedvesebb, ott úgy igyekszek forgatni is, hogy a nedvesebbhez kerüljön. És olyankor tulajdonképpen, akkor amik a megforgatás az ahhoz kell, hogy egy kicsit kiszárítsam? Nem, hogy oxigén kerüljön bele. Az kell az érlelődéshez. Értem, és mondjuk utána? Mielőtt kihordanám a földre? Mielőtt kihordanám, akkor érdemes megrostálni, hogyha már olyan jó éretnek gondolom, érdemes megrostálni, mert akkor teljesen ilyen magházföld, vagy szakirodalomban még úgyis emlegeti, mint fekete arany, mert annyi benne a tálanyag. Tehát akkor tulajdonképpen a növényi hulladékot, de lehet az tojáshéj, kartonpapír, picikefa ágak, itt látok száraz fa levelet. Igen. Hagyom. Az már ott száradta a körtefáról, hogy születeltünk. Hagyom, hogy egy helyen legyen érlelődik. Igen. Mondjuk egy olyan 4-5 hónap múlva, de még mielőtt nem eresz szagot, megoxigéneztetem, meglevegőztetem, és utána telik el... Következő tavaszig általában.
egy tavasz, és akkor válik olyan, vagy olyan még jobb őszig, igen. Tehát az attól függ, hogy milyen hamar, még jó hamar lebomlik, az olyan minimum egy fél év, úgy 5-6 hónap. De hát olyan, tehát azért ez nekem nehezebben bomlik, leteszem fel, mert ebben nekem valóban, hogy rózsafa ág, tehát ami még nehezebben bomlik le, mint egy falevél, teszem fel, de mondjuk egy levélkomposzt, vagy mi az, sokkal előbb végbe megy ott a lebomlás, tehát az... De összességében azért elmondhatjuk, hogy ez a komposztálás leginkább időigényes dolog, nem? Tehát azért nem úgy van, mint a tehén trágyod, hogy a tehén Nézőpont kérdés, mert most nekem is valóban az, hogy felszedem, vagy összegerebjézem, és aztán ide hordom, nem annyira az mondanám. Az érlelés miatt gondoltam, ez a 4-5 hónap, meg még a levegőztetés, meg utána tavasz. Tehát végül tulajdonképpen a mostani trágya, a mostani komposztrágya, nem, a jövő év komposztrágyája készül most. Igen. Aha, tehát akkor ezzel egy szezont előre van dolgozva. Igen. Az úgy nem is sok. Én kérek elnézést. Fűszernövények? Fűszer és gyógynövények. És gyógynövények. Gyógynövények? Igen, azért, mert mindegyiknek van valami olyan jótékony hatása, általában ilyen emésztőszervi, mindegyiknek van gyógyhatása, ha más nem, az, hogy étvágyfokozó, vagy emésztéscsavító, vagy ilyen köptető hatású, mondjuk a kakukkfű, hogy ha köhögéscsillapító hatása van, amúgy a bazsalikomnak is van, teszem fel. Tehát azért érdemes ezt úgy belecsempészni valóban mindennapi, mert ez nem úgy van, hogy mint egy tablettát kényelmes bekapni, annak szinte azonnali hatása van. Ezt inkább ilyen folyamatosan, vagy tejáját inni, mint gyógyteja, mindegyikből készíthető gyógyteja is. Tehát tulajdonképpen, hogyha nem csak mondjuk vásár és ünnepnapokon használok oregánót, vagy használok zsáját, használok egyéb fűszer és gyógynövényt a főzéskor, vagy az étkezéskor, akkor tulajdonképpen ezeket a, hogy mondjam, meg tudok előzni betegséget? Persze. Tehát, hogy ennek van egyfajta... Persze. Hát koleszterin csökkentő hatása van, nem ennek teszem fel, vagy mondom így, hogy a rozmarinnak vérnyomás emelő hatás, akinek alacsony a vérnyomása, vagy csak teszem fel, mint luxus cikknek egy levendula fürdőt, vagy pedig rozmaring fürdőt, mert ilyen élénkítő hatások is van, a vérkeringésre jótékony hatása van, vagy pedig egy nyugtató aromája van mondjuk a levendulának, kiszárítom a vére. Ezt kipróbál dolog, vagy ez csak Igen. Hát mondjuk a rozmaringot azt nem így fürdőnek nem használom, de azt rendszeresen használjuk így kajába. Sütés, hússütéskor ilyesmi. Értem. Hogyha én mondjuk kevesebbet szeretném permetezni a káposztámat, a egyéb kultúrnövényeimet, az egyéb, akkor érdemes mondjuk ilyen és ez hasonló növényekkel, ha nem is teleülteni, de mondjuk körbevenni? Hát, ha nem is körbe, egy-egy bokrot imítam ott, aztán és akkor az, mint a szivacs, a vizet összeszedi azokat a... Nagy részt, igen. Most azt sem mondhatnám, hogy 100%-ig, de na nagy jó, részt. De... Mondjuk én nekem is ott vannak a káposzták, egyenlőre még nem kellett permetezni. Van már olyan kuncsaft idézőjelesen, aki úgy jön oda, hogy Ildikónek. Én hallottam, láttam, olvastam. Van-e olyan? Igen. Van, vagy pedig úgy jönnek oda eleve, amiben mondjuk én nem is nagyon szeretek tanácsot adni, inkább azt mondom, hogy ők nézzék internetről vagy könyvből, hogy ilyen meg olyan betegség, vagy mit tudom én, vérnyomás, vagy kinek mi, hogy mit ajánlanak rá. Ez, amit itt látok, ez mióta van meg, ez hány év munkája?
Nem olyan sok, mert a nagymama kertje teljesen másképp nézett ki, de folytonos volt az alakulás. Tehát mondtam, ez a rész itt a fel a kertnek, az az övé volt, de azt hiszem a körtefa, az tőle maradt, még a cseresznyefa, és amúgy túl sok minden nem, mert a szőlőt már azóta kétszer telepítettem át, tehát hogy másmilyenre. Mondjuk ez a része. Itt meg ez állandóan már. Ahol bejöttünk. Ahol bejöttünk, az pedig egy hozzávásárolt rész, ott egy eddig fű volt, gaz, tehát ott az teljesen az olyan 20 év körüli. És még amit visszatérnék arra, amit kérdeztél, hogy ihletet adjak másnak valami, úgy mérik fel sokan, akik feljönnek az udvarba elsőbe, vagy valami, vagy akik nem ismernek, nem jártak nálunk korábban, hogy több tízezer grimnyába kerülhet egy ilyen kerti alakítás. Arra úgy kell mindenre ránézni, hogy ez vagy egy kis ágacskából lett kinevelve minden egyes növényem, vagy pedig magbú. Tehát, hogy ahhoz nem kell, az valóban csak egy késztetés kell, akarat, sok munka, tehát nem pénzkérdése, azt mondom. A fenntartása sem pénzkérdés? Azt mondom, hogy az se. Kapálya mindenkinek van, teszem fel, hogy csak egy kis parcelláról, ha beszélünk, hogyha valaki úgy neki akar kezdeni. De amikor meg már átüt abba, hogy tehát ez a kert azért annyira sajátunk, vagy a családé, vagy csak a... Tehát, hogy nem egy látvány, hogy mondjam így... Nem dicsekvésnek van csinálva, valóban annyira saját, hogy mindenből tudjam, hogy mit teszek az asztalra. Tehát azért ennyi féle kultúra, hogy mindent, amit csak lehet ebbe a kertbe, meg tudjuk a családnak teremteni, és én azt nyugodtan tudjam az asztalra tenni, hogy az nem vegyszeres, az nem mű, és ez erre kell, de amikor már valaki elkezd csak egy kultúrával foglalkozni, az, hogy jövedelemhez jusson, akkor már átüt abba, hogy hát nekem nem tisztű paradicsomom van, vagy uborkám, hanem 110 vagy 210, akkor azt már vigyázni kell, hogy ott a betegség ne kapja el, akkor már inkább elkezdi vegyszerezni, és ez a rohanó életmód, hogy az emberek nem fognak kapát, hanem inkább gyomirtóznak, ez... Valóban ez már a saját kert, nem erről kell, hogy szóljon. Mire vagy a legbüszkébb ebbe a kertbe? Úgy összességébe. Minden. Úgy egybe. Tehát mi, ugye ott fönn arról a barackváról ott elmondtad, hogy az volt a... De ahhoz valamilyen érzelmi kötődés, vagy nem is tudom, hogy miért. Nem, szerinted ez a kert? 40-50 év múlva meg lesz-e? Nem tudom. Gyerekeim, az még a kisebbik lányom, az kisebb korában nagyon szeretett, úgy, mint én, amikor gyerekkoromról meséltem, hogy kellett nekem mindig parcella. De aztán most nem nagyon. Nem. Egyenlőre nem mozognak ez irányba. Hát, hogy majd később, amikor nekik is gyerekeik lesznek, mert úgy már a nagyobbik lányomnak van, hogy fogják-e azt szem előtt tartani mégis, csak tudom, hogy mit adok a gyerekemnek, ha magam termelem meg, hogy aztán rákattannak erre, vagy nem tudom. Meg azért itt ez egy, hogy mondjam, ez egy kitaposott ösvény előttük, nem? De mégsem. Mondjuk a kösebbik lány most, hogy ezen a nyáron már sokat besegített, vagy a benti munkába, vagy itt kint, de hogyha itt kint van velem a kertben, akkor igyekszek úgy, mint ahogy visszaemlékszek, hogy nagymama is nem belém súlykolnak, hanem sok mindent úgy, csak mindig mondott előttem. Látták? Hát megmondtam, ez egy tündérkert, fűszernövény, gyomnövény, jó, kell egy kicsit dolgozni is, de ahogy Ildikó is elmondta, nem kellenek grivenyezrek, nem kellenek griventízezrek, munka kell, szeretet kell, kedv kell, és én bízom benne, hogy miután ő már nem fogja csinálni, a lányok is elérkeznek, a lányai is elérkeznek abba a korba, amikor igazából érdekelni fogja őket ez a dolog, és ez a kert még 50 év múlva is itt lesz, sőt 100, sőt 200. Viszontlátásra!